2010 óta a gazdasági fejlődés egyik motorja a mezőgazdaság Magyarországon. Az agrár és élelmiszergazdaság teljesítmény növekedésével párhuzamosan olyan munkaerőigény jelentkezik, amelynek következtében egyes területeken már munkaerőhiány tapasztalható országosan, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A helyzet javítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara keretmegállapodása nyomán együttműködési megállapodást írtak alá a megyében működő agrárszakképzéssel foglalkozó iskolák és gazdálkodó szervezetek Bakta Lóránt házán. Azt biztosítja majd, hogy azok a diákok, akik a megyebeli iskolában jó elméleti képzést kapnak, azok kint a terepen, kint a cégeknél, kint a földeken egy jó gyakorlati képzésben is részesülnek, így pedig remélhetőleg úgy hagyják el az iskolapadot, hogy egy felkészült és már egy-két éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberekként lépnek a munkaerőpiacra, ami hát biztos vagyok benne, hogy a fizetésben is megmutatkozik majd. Az egyik legnagyobb munkaerőhiánnyal küszködő terület a sütőipar. A mostani megállapodás ezen is segíthet. A sütőipar Magyarország mintegy 3000 szakmunkás hiányzik, de az utóbbi időben nem csak a szakmunkások, hanem a kisegítő munkásoknak a hiánya is jelentősen érződik. A megyénk szerencsés helyzetben van, hiszen, mint a konferencián is elhangzott, rendelkezik a megyénk élelmiszeripari gyártó képzéssel, tehát ez mindenképpen úgy gondolom, hogy segíteni fogja a Szatmárnak a helyzetét. Örömmel tapasztaltam azt, hogy a felnőtt képzés is beindul a sütőipar és a cukrászat területén, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a megállapodás aláírása jelentősen fogja javítani a Szatmárnak a helyzetét. A megyei megállapodások megkötésével a partnerek nagy hangsúlyt fektetnek a duális képzés megerősítésére, a beiskolázásuk támogatására, a magas színvonalú felnőtt képzésre, valamint a végzett fiatal szakemberek munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének elősegítésére. A legtöbb szakmában szinte 100%-os az elhelyezkedés, viszik a gazdasági szereplők, a nagyvállalkozások a itt végzett szakembereket, úgyhogy jelenleg nincsen elhelyezkedési probléma. Az agrárgazdaság szereplőinek bevonásával és a gyakorlatorientált agrárszakképzés megerősítésével a cél, hogy növeljék a megyében működő agrár- és élelmiszergazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek versenyképességét, valamint a régió népesség megtartó erejét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem csak nagy hagyománya van a mezőgazdaságnak, hanem napjainkban is meghatározó gazdasági terület. Így megfelelő munkahelyek teremtésével mindez elérhető cél. Ezekben az ágazatokban el lehet helyezni azokat a közfoglalkoztatásban részt személyeket, és én egy nagyobb megbecsüléssel egy vállalkozásban letöltött munkaidőben keresett jövedelemmel a családok megélhetését jobban tudjuk biztosítani, és ez lehet a kulcskérdése annak, hogy a vidéken élők ne gondolkodjanak azon, hogy neki el kell hagyni ezt a térséget, mert ha el tudja tartani a családját, akkor mindenki ragaszkodik a született helyéhez. Az együttműködés most 17-en írták alá, a gazdálkodó szervezeteken túl a megye mind a 4 agrárszakképzéssel foglalkozó iskolája is. A megállapodáshoz a térség agrárgazdasági szereplői folyamatosan csatlakozhatnak a jövőben.